Jó estét, szervusztok, sok szeretettel köszöntünk benneteket. Rögtön egy kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mit gondoltok, hol vagyunk most, milyen eseményen? Az első gondolatán az, hogy egy kiállítás megnyitóján. Ez igaz is, de szerintünk ez ennél sokkal többről szól. Szerintünk ez egy ünnep. Ünnep számotokra és ünnep számunkra. Ünnep nektek, mert végigcsináltátok. És ünnep nektek, mert egy év kitartó munka van mögöttetek. És ünnep nektek, mert sokatoknak ez az első kiállításotok. Ünnep nektek, mert egy közösségre leltetek, ahol barátokat, ismerősöket szereztetek az elmúlt egy évben. És ünnep, mert hogy rengeteg szép dolgot alkottatok az elmúlt egy évben, és rengeteg technikát, eszközt ismertetek meg. És ünnep számunkra, mert megvalósult a mi álmunk is. Másfél évvel ezelőtt álmodtuk meg ezt a programot, és akkor még nem tudtuk, hogy hogyan fog ez működni, hogyan fog nektek tetszeni, hogyan fogjátok fogadni a webinárokat, a mentorálásokat, mindazokat az elemeket, amiket mi úgy gondoltuk, hogy ezt a programot előrébb viszi. És most itt egy év elteltével bátran és büszkén kimerjük jelenteni, hogy ez a program sikeres volt. Hogy miért? Mert itt vagytok. Itt vagytok ti, és itt vannak a képeitek. És bizonyára emlékeztek, hogy ezt az egész kiállítás megnyitót mi júniusra terveztük. Az évet lezáró kiállítást júniusra terveztük, de vírus miatt nem tudtuk megcsinálni. És akkor júniusban, hogy mégiscsak legyen egy valami kis lezáró, évet lezáró kis esemény, akkor a virtuális térben volt egy buli webinárunk. És erre a buli webinárra csináltunk nektek egy online galériát. Abba kiválogattuk a képeiteket, amiket az elmúlt egy évben csináltatok. És emlékszem, hogy akkor volt egy több technikai problémánk is, hogy olyan sok kép készült az elmúlt egy évben, hogy nem tudtuk feltölteni, olyan rengeteg képet, nem tudtuk technikailag feltölteni a honlapunkra ezeket a rengeteg képet, és két galériát csináltunk belőle, egy fekete-fehér grafitrajzokból és egy színes rajzokból álló galériát. És mielőtt eljöttünk, én megnéztem, hogy hány kép került be ebbe a galériába, és a fekete-fehér galériába, ami a grafitrajzaidokat tartalmaz, az 641 kép készült az elmúlt egy évben, és a színes képekből 891 kép készült az elmúlt egy évben. Ez összesen 1532, és hozzáteszem, hogy még ez is ez egy válogatás. Tehát azok a gyakorló képeitek, azok nincsenek benne ebben az 1532-ben. És az 1532 képből most itt a Magnetházban 111 kép van kiállítva, és egész más. De fizikai formájában látni ezeket a képeket, mint a csoportban virtuálisan látni ezeket a képeket. És hogy hova vannak kiállítva most a képek, de hol láthatjátok őket? Ugye itt az aulában, az ebédlőben, az étteremben, a folyosón, hogyha fölmentek a lépcsőházba, a lépcsőházban és fönt is a folyosókon mindkint van a képeitek. És hogyha megnézitek, akkor minden kép alá raktunk egy kis cetlit, ami tartalmazza a neveteket, a kép címét, és azt, hogy mi a polgári foglalkozásotok. Mert hogy van közöttetek pedagógus, van közöttetek mérnök, van közöttetek orvos, és mégis mindannyian egy közös hobbival jöttetek, és csodálatos képeket tudtatok alkotni az elmúlt egy évből. Ez a kiállítás most lezár egy évet, de mint azt gondolom, sokan már tudjátok, ez folytatódik. Lesz második évfolyam, lesz második év, és nagyon, nagyon sokan úgy döntöttetek, hogy folytatjátok. Folytatjátok ezt a közös alkotó munkát. Ennek fantasztikusan örülünk, óriási érzés volt, mikor láttuk azt, hogy igen, én is folytatom, én is folytatom, én is folytatom. És egyben egy óriási felelősség és megtiszteltetés is, hiszen úgy gondoltátok, hogy biztok a Valdorat csapatban,
és bíztok abban, hogy ez a közösség továbbra is értékeket fog számotokra nyújtani. A második évre persze készülünk újdonságokkal is. Lesznek új tananyagok, lesznek új eszközök, lesznek új módszerek, lesznek új anyagok, amivel rajzolni, festeni, alkotni fogunk. De emellett lesz egy-két olyan tanítás is, ami pluszban még remélhetőleg segíteni fog benneteket. Ilyen volt az is, amikor nyárra azt a házi feladatot adtuk nektek, hogy nézzétek vissza az elmúlt egy évnek a munkáit, és próbáljátok meg. És próbáljátok meg sorozatokat kialakítani az eddigi képeitekből, és hogyha hiányoznak még sorozathoz darabok, akkor ezt a nyáron fessétek meg, készítsétek el. És azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű képek, gyönyörű sorozatok készültek itt a nyáron, és én borzasztóan sajnálom azt, hogy itt ezen a kiállításon ezekből a sorozatokból csak egy-egy kép tudott megjelenni, és a teljes sorozat nem. És gyönyörű helyen vagyunk, egy óriási térben, de azt kell, hogy mondjam, hogy kinőttük ezt a helyet, ahhoz, hogy valóságban meg tudjuk mutatni, hogy mire vagytok képesek, hogy honnan, hova jutottatok. Van már olyan terv, amit ismerünk, megbeszéltük, elmondtátok, hogy mit szeretnétek csinálni, milyen sorozatot terveztek, milyen témából akarjátok ezeket megfesteni, és rettenetesen várjuk, hogy láthassuk őket, mert biztosan zseniálisak lesznek. Amikor azt mondtuk az előbb, hogy a technikák mellett, tehát a rajzolás-festés technikái mellett más dolgokat is mutatunk, amiben talán tudunk titeket segíteni, akkor többek között arra is gondoltunk, hogy az augusztusi webináron volt egy olyan kis szekció, amikor a Gál Gregor szobrászművésszel készült interjúból mutattunk be gondolatokat. Abból a témakörből, hogy mi a következő lépcsőfok. Úgy gondoljuk, hogy ott álltok egy következő kapu előtt, amin be lehet lépni, és ez pedig a kapunak a címkéje az, hogy hogyan lehet hobbialkotóból művésszé válni. Mitől lesz valaki művész? Mert úgy gondoljuk, hogy ti most itt álltok ezen a lépcsőfokon, hogy ezelőtt a lépcsőfok előtt, ezelőtt a kapu előtt. És hát ezzel az anyaggal is próbálunk nektek segíteni, hogy gondolkozzatok el azon, hogy milyen lehetőségek vannak előttetek, és ezekkel a lehetőségekkel hogyan szeretnél élni, vagy nem élni. Hogyan tudsz egyedi lenni, még egyedibb lenni. Eddig is egyediek voltatok, hiszen mindenkinek az alkotása más és más. Hogyan tudsz elismerést szerezni, mert nyilván az elején az ember úgy indul, hogy attól is boldog, hogyha otthon megcsinálja magának. Utána a következő lépcsőfok már lehet az, hogy megmutatja az ismerősöknek, családnak, és azoknak is tetszik. Aztán elérkezhetünk egy olyan pontra, amikor szeretnéd nagyobb nyilvánosságnak megmutatni, például egy ilyen kiállításon az alkotásaidat. Tehát lehet, hogy ott van már, ott mocorog az a vágy bennetek, hogy akkor egy kis szakmai elismerést, meg esetleg anyagi elismerést kapjatok ezekért a képekért, meg azért a munkáért, azért a tanulásért, amit ebbe beletettetek, beleöltetek. Jó, tehát ilyenekről beszélgettünk. Hogyan lehet önálló kiállítást szervezni, odáig eljutni, hogy legyen egy önálló kiállításod. Hogyan folyik egy képnek az eladása, ott mit kell tudni, hogyan kell például egy árat mondani, vagy nem mondani. Tehát ezeket a témákat érintettük, és ebben is fogunk majd továbbra is titeket segíteni. És tudjátok, hivatalosan mi egy rajz- és festőiskola vagyunk, és természetesen az egyik legfőbb célunk az az, hogy segítsünk benneteket a rajzolás és a festésnek a rögös útján, de hogy van egy másik fajta motiváció is ez az egész mögött, és mégpedig az, hogy
Számomra a legnagyobb öröm az, amikor látom a belső átalakulásotokat. Azt a lelki fejlődést, ami a rajzolás és a festés tanuláson keresztül megy át rajtatok. Öröm azt látni, amikor sikerül egy kép, és örültök ti is. Öröm azt látni, amikor elkészül az első sorozatotok, és még magad sem hiszed, hogy ezt te csináltad. Tehát, hogy az a fajta önbizalom, amit a rajzoláson és a festésen keresztül szereztek, én úgy gondolom, hogy elkísér benneteket az élet más területein is. És hogy pont most volt nemrég augusztusban a rajztáborunk a Balatonföldváron, és voltak ott sokan a mentorprogramból, és kérdezték, hogy Andi, szeptemberben a vegyes technika lesz a téma, hogy mégis milyen képet válasszunk, mire jó az a vegyes technika. És mondtam, hogy hát alapvetően minden képet meg lehet csinálni vegyes technikával is, de hogy alapvetően nagyon bonyolult tájképeknek a megfestésére való, olyan bonyolultságúakra gondoljatok, amire elsőre ránézel, és azt mondod, hogy én ezt nem merném megcsinálni, nem mernék nekiállni. És mutattam egy képet, hogy nézzétek, mint például egy ilyen kép. És így név nélkül mondom, Sárosi Kati azt mondja, hogy ez neked bonyolult kép, hát ezt simán megcsinálom pasztellel. Most. De 2 évvel ezelőtt lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudtam volna, hogy el se tudtad volna képzelni, hogy meg tudod csinálni. Tehát, hogy ez a belső átalakulás, ez a hit önmagatokban, ez ami legigazából motivál minket, azon túl, hogy rajzolni és festeni tanultak. És ezt az érzést igazándiból mi is átéltünk, amikor elindultunk ezen az úton jó több mint 10 évvel ezelőtt, mert amikor az első portrénkat megcsináltuk, ilyen tanfolyam végén, akkor bennem az az érzés volt, és erre mai napig emlékszem, hogyha én ezt meg tudtam csinálni, akkor a világon bármire képes vagyok. És nagyon sokszor előjött, amikor valami nehézség volt, hogy hú, hát ezt mégis hogy lehet megcsinálni, meg biztos, hogy sikerül-e, és ezt idéztem vissza, ezt az érzést, hogy bármire képes vagyok, és ti is bármire képesek vagyok. És akkor még egy gondolatot szeretnék ide kapcsolni, ami tulajdonképpen már régebben megszületett bennünk, de ez alatt az 1 év alatt, ahogy végigkísértük a fejlődéseteket, a tanulásotokat, közben mi is rengeteget tanultunk tőletek, rengeteg tapasztalatot szereztünk, és ezt a gondolatot, ezt a régebbi gondolatot, ezt is 100%-osan megerősítettétek. És ez a gondolat pedig nagyjából úgy írható le, hogy soha nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik. Soha nem lehet tudni, hogy mit lehet kihozni valakiből. Sokkal-sokkal többre vagyunk képesek, mint amit hiszünk magunkról. Lehet, hogy ez én közhelyesen hangzik, de abszolút ezt látjuk, érezzük bennetek, hogy mindenkiben ott van a tehetség, mindenkiben ott van a művész, és a feladat, a mi feladatunk, a közös feladatunk az, hogy ezt előcsalogassuk. És tudjátok, az is, hogy soha nem lehet tudni azt, hogy amit éppen mondunk vagy teszünk, hogy az mit okoz nektek vagy másoknak. Lehet, hogy nekünk egy ártatlan, odavetett, akár jelentéktelen mondat, benned mégis egy olyan folyamatot indít el, ami lehet, hogy csak hetek, hónapok vagy évek múlva fogjuk meglátni annak az eredményét. És a mentorálás során is, amikor a képeiteket mentoráltuk, akkor biztos volt olyan, amikor rosszul esett egy kritika, bár igyekeztünk nagyon szépen megfogalmazni. És hogyha megfogadtátok ezeket az apró kis tanácsokat, és utána feltettétek újból a kijavított képet, hogy öröm volt látni, hogy ez a kis apróság, amit mondunk, és visszatükröződik, hogy mennyivel jobb és szebb lett általa a kép. Ugye ezt a programot mi álmodtuk meg 1,5 évvel ezelőtt. Természetesen ezt ketten nem tudtuk volna végigcsinálni. Nagyon sokan segítettek nekünk, nektek.
És most szeretnénk megköszönni ezeknek az embereknek, hogy közreműködtek ennek a programnak a sikerében. Legelső sorban nektek szeretnénk megköszönni, hogy jelentkeztetek, hogy bíztatok ebben a programban, bíztatok abban, hogy hasznos lesz számotokra, és kitartóan végigcsináltátok ezt az egy évet. Nehézségekkel, örömökkel, kis kudarcokkal, nagy sikerekkel. Aztán szeretnénk megköszönni a Magnetháznak, hogy biztosította a helyszínt ehhez a fantasztikus kiállításhoz, illetve az elit csoport foglalkozásaihoz az elmúlt egy évben. Szeretnénk megköszönni a háttérben dolgozó kollégáinknak, akiket részben nem is ismertek, részben azért találkozhattatok már itt az ügyintézés során a nevükkel, tehát az ügyfélszolgálatos kollégáknak, Anitának és Editnek. Aztán köszönjük a videósunknak, Zolinak, aki most is itt filmez minket, a grafikákért Gyurinak, illetve a programozási munkákért pedig Viktornak szeretném megköszönni. De legfőképpen annak a három embernek szeretném megköszönni, akik titeket legközvetlenebbül segítettek, ők a mentortársaink, Lukács Andi, Bósa Szabó Sándor és Déri Gábor. Ők rengeteg energiát beletettek abba, hogy titeket segítsenek. Most személyesen Lukács Andit tudjátok megismerni. Gábor és Sanyi nem tudott eljönni. Hát akkor... Szia, Andi! Hát szervusztok, szeretettel köszöntelek titeket. Nagyon-nagyon jó így látni. Próbálom így felfedezni az arcokat, de ugye én csak a pici képet látom, ti megláttátok az én arcomat, mikor mentoráltam. Én csak annyit tudok mondani, hogy a Péter, amivel kezdtem, hogy egy álom vált valóra, én ezt most látom ám itt, mert mentem egy kört, mielőtt lejöttem, és hát néhol leesett az állam. Úgyhogy én nagyon-nagyon hogy most itt lehetek, meg hogy ennyire ügyesek vagytok. Szóval jó helyen vagytok, nagyon-nagyon klassz helyen. Nagyon jól kitalálták ezt az egészet, ez a két ember. És én úgy mondom, hogy mindjárt jó helyen vagyunk. Örülök nektek nagyon, és köszönöm. Gábor és Sanyi nem tudott eljönni, de készítettek egy videót, amiben szintén köszöntenek titeket, úgyhogy ezt fogjuk most megmutatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves művészetkedvelők, drága kiállító barátaim! Először is engedjék meg azt, hogy hadd gratuláljak az itt kiállító művész kollégáinknak, hiszen sokan a Pálcika embertől jutottak ezekig a csodálatos alkotásokig. Számomra nagy öröm, hogy részt vehettem ezen az úton, segíthettem mindenkit abban, hogy még tökéletesebb alkotásokat hozzon létre. Nagy öröm számomra, hogy ez a tevékenység igazolja azt, hogy a Valdorart jó úton jár, és azt is, hogy mindannyian jó úton jártok, hiszen eljutottatok ezekhez a festményekhez, ezekhez a rajzokhoz, és itt vagytok ezen a kiállításon. Ma az ünneplésnek van itt az ideje, de ezen az úton még menjünk tovább. Rajzoljunk minél többet, fessünk, de a jelenlegi helyzetre tekintettel vigyázzunk egymás egészségére, és bízzunk abban, hogy igenis a Valdorart mindig fog adni nekünk lehetőségeket, mindig fog újat mutatni, és mindig tudunk fejlődni. Külön szeretném megköszönni Andinak és Péternek, köszi Andi, köszi Péter, hogy ezt a nagyszerű módszert kitalálták, alkalmazzák, és számomra is nagy öröm, hogy ebben részt vehetek. Remélem, mielőbb fogunk találkozni, addig is vigyázzunk egymásra, és most ünnepeljünk ezen a rendezvényen. Sziasztok, jó ünneplést, minden jót kívánok! Akkor Bósa Sanyi után lássuk Gábor, Déri Gábor üzenetét.
kedves alkotó barátaim! A létező legnagyobb szeretettel köszöntelek titeket. Az első gondolatom a Waldor Arthoz fűződik, és itt szeretném megragadni az alkalmat megköszönni Andreának és Péternek a biztosított lehetőséget és kereteket, hogy megismerhettelek titeket. A második gondolatom viszont a Waldor Arthoz fűződik, hiszen itt hangzott el az a mondat, hogy mindenkiben sokkal több rejlik, mint amit valaha is el tudott volna magáról képzelni. Itt láttam beigazolódni ennek a mondásnak az igazát. Valójában az történik, hogy egy nagy személyiség fejlődésen mentek keresztül. Olyan képességek nyílnak ki és bontakoznak ki, amikről korábban nézve mások munkásságát csak álmélkodva vagy esetleg irigykedve néztetek. Ma ti is képesek vagytok erre, és mások néznek rátok ugyanígy. Nem beszélve arról, hogy milyen nagy élmény, mikor felkérést kaptok, vagy megrajzoljátok saját kislányatok, gyermeketek portréját, neveket ne említsek, Árpiról van szó, és azt mondja, hogy apa, hát ez gyönyörű, meg van fizetve a fáradtságatok, ennél több nem kell. Vagy ha esetleg anyagi juttatás ellenében kaptok megrendelést. Ez mind-mind lehetséges, hiszen amire az ember fókuszál, az növekszik, az válik valóra. Nagy öröm számomra látni, hogy egy-egy rajz vagy festmény után milyen újabb rajz és festmény születik egy sokkal jobb, magasabb szinten, hogy haladjátok meg önmagatokat, hiszen önmagatokkal szemben versenyeztek, vagy önmagatokkal versenyeztek. Egy Dürert, egy Lucas Cranachot, egy Leonardo da Vinci-t, egy Raffaello Sanziót nem lehet lekörözni. De önmagatokat igen. És ez a leglényegesebb dolog. Én ilyen 6 évtizedből sok mindent megtapasztaltam. Mondhatni, öreg motoros vagyok. De talán egyik legfontosabb dolog az, hogy az alkotás az egy örömforrás, egy boldogságforrás. És ennél még fontosabb, hogy kiapadhatatlan. Ez egy olyan kút, hogy minél többet merítesz belőle, a hozama annál gazdagabb lesz. Itt egyetlen egy valaki lehet vesztes. Az, aki abba hagyja. Sokszor elkeseredik az ember, és azt mondja, hogy hát nincs értelme, mert savanyasszörő sérelmek érik. Aztán, amikor abba hagyja, rájön, hogy hát sokkal jobb volt nyomorogni, idézőjelbe korábban. Úgyhogy én arra szeretnélek titeket biztatni, hogy soha, de soha ne hagyjátok abba. Csak a kaszás üsse ki a ceruzát vagy az ecsetet a kezetekből. Az alkotás az egy olyan műfaj, ami elkísér életetek végéig. És a legszebb dolog, és itt ismétlem magam az, hogy ma jobb vagy, mint tegnap voltál, és holnap jobb leszel, mint ma vagy. A határa csillagos ég. Törekedni kell oda, amit soha nem értek el. A tökéletességhez. De az öröm mindig az útban van. Ha megérkeztél, minden elveszti a varázsát. Ti mindjárt nagyon ügyesek vagytok. Nem lehet összehasonlítani Ágit az Árpival, vagy a Józsit a Edittel. Önmagatokat hasonlítsátok össze önmagatokkal, önmagatokban lássátok a fejlődést, és alkossatok, legyetek kreatívek, mert gazdagabbá, színesebbé teszi az életeteket, színesebb lesz a paletta, az életetek palettája. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget és boldog életet. Van még valaki, akit szeretnénk nektek bemutatni. Virtuális bemutatkozását már láthattátok hírlevélben.
Biri Ildikó festőművésznőt, aki festést és olajfestést fog nekünk nálunk tanítani, és majd a mentorprogramnak az olajfestős részéhez, ha érünk, akkor fogtok is vele találkozni. Sziasztok! Először is szeretnék gratulálni mindenkinek a szép munkához. Nem is gondoltam volna, hogy online mentorálással idáig el lehet jutni. És utána meg szeretném megköszönni a gyűjtnek a bizalmat, hogy bevettek ebbe a kis csapatba. És biztatnék mindenkit, akinek jól megy az aktív, hogy bátran jelentkezzen olajozni, mert végül is abban lehet igazán kiteljesedni, és ebben segítek. Lehet úgy is elkezdeni, hogy aktív képet megfestettek, és olajjal a finom részeket kidolgozni. És remélem, hogy találkozunk online is, és élőben is. Köszönjük, Ildikó! A következőkben három dolgot szeretnénk még nektek elmondani, bemutatni, illetve átadni. Az egyik, hogy amikor a kiállításra készültünk, ugye kértünk titeket, hogy küldjetek be képeket, és azokból válogattuk ki azokat, amik fizikailag is most itt vannak. A többi képből, meg ezekből is csináltunk egy ilyen kis számítógépes prezentációt, ahova bepakoltuk azokat a képeket is, amiket itt nem tudtuk már kirakni helyszűke miatt. Úgyhogy majd itt a kivetítőn láthatjátok szép sorban ezeket a képeket. És ez mind-mind arról szól, ugye, hogy amit Gábor is mondott, meg mi is szoktunk mondani, tehát ez a mindig többet tudunk megcsinálni, mint amit egy adott pillanatban hiszünk magunkról, hogy holnap még többet tudunk, és holnap után még többet tudunk elvégezni. Hinni kell benne, hogy erre képesek vagyunk. A műsor elején, illetve mielőtt elkezdődött ez a kiállítás, előtte itt ugye ment egy videoklip, és ment egy zeneszám. Ezt azért választottuk, mert úgy gondoltuk, hogy a szövege az nagyon passzol ide. Így nyers fordításban nagyjából arról szól ez a dal, hogy ti felemeltek, és ezáltal én képes vagyok járni a viharos tengeren, feljutni a legmagasabb hegycsúcsra, és több leszek, mint amire egyedül képes lennék. No, és akkor egy kis praktikus dolog itt a végére, nevezetesen, hogy szeretnénk átadni nektek, akik itt eljöttetek, két dolgot. Az egyik egy oklevél lesz, amit hát személyre szólóan készítettünk el. Úgyhogy... Képeitek vannak a felső sorban, amiket ti magatok csináltatok, és az alsó sorban pedig amit mindenki csinált. Ugye ezt már láthattátok, ezt az oklevelet akkor, amikor csináltuk ezt a kis virtuális mókát nektek júniusban, most akkor fizikai formájában is megkapjátok. Az oklevél mellé egy apró kis ajándékot is szeretnénk átadni alkotótársainknak. Ez egy radír, ami úgy néz ki, mint egy rotring ceruza, de a belsejében nem ceruzahegy van, hanem egy radírrúd, és nagyon-nagyon profi eszköz, és az a probléma, hogy hogyan fogok fehér hajszálakat, szőrszálakat, szakállakat, bárhova vékony fehér vonalakat csinálni egy grafitrajzban, az ezzel egy szempillantás alatt megoldódik, úgyhogy reméljük hasznos lesz, és reméljük, hogy azért ti, ha még visszanyúltok majd egy kicsit a grafitceruzáshoz is itt a színek világából. Összesen 6 féle színben van, úgyhogy lehet válogatni, vagy ha mi éppen a kezünkbe kerül. Mielőtt ezeket átadjuk, még egy olyan dolgot mondanánk el, hogy egy ilyen kis játékkal is, játékos szavazással is készültünk. Itt találtok azokon a büfés asztalokon, meg itt elől is, meg a hátul is mindenhova raktunk, egy szavazólapot,
amin föl van sorolva az összes kép, ami itt ki van állítva. És a játéknak az lenne a lényege, hogy ha körbejártok és megnézitek a képeket, akkor arra kérnénk titeket, hogy ott van egy 1-től 10-es skála, és írjátok oda, hogy az a kép nektek mennyire tetszik. Nem kell indoklás, nem kell, hogy miért, csak az, hogy mennyire tetszik az a kép. Ez egyrészt a nagyon jó alkalom lesz arra, hogy visszacsatolást, egy visszajelzést kapjunk, illetve kapjatok, alkotótársak, hogy mennyire talált be a képetek a aktuális közönség ízlésbe, tehát hogy ez egy ilyen kis visszajelzés lehet a számotokra. És hogy egy ezt picit... Ezt a végén összesítjük, és meg fogjátok kapni. Jó? Mindenki és hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyük ezt az értékelő szavazósdit, ezért azok között, a kitöltők között, akik legalább 20 képet értékelnek, azok között ki fogunk sorsolni ajándékot. Akik kitöltik ezt a szavazólapot, 30 ezer forint értékű tanfolyamra jöhetnek, választhattok, hogy hova szeretnétek eljönni, jó? És hogyha így akiket értékeltek, tehát nektek, kiállítóknak, így meg lesz a közönségdíjas alkotás, és az, aki a közönségdíjat kapja, ő neki egy kétszemélyes, kétnapos wellness hotelt szeretnénk ajándékba adni, Veszprémbe a... Keszthely. Keszthelyre, a Kristály Hotelbe. Úgyhogy két ajándék, egy az alkotónak, egy pedig a szavazóknak. Ahhoz, hogy át tudjuk adni majd a sorsolás után a szavazóknak a díjat, ezért arra kérnénk, hogy valamilyen elérhetőséget írjál föl rá. Ez lehet bármi telefonszám, e-mail cím, vagy elég, ha csak annak a nevét fölírod a saját neved mellé, hogy akivel együtt jöttél, és akkor azon keresztül meg tudunk majd találni. Jó, no, ez a kis szavazós játékunk, és akkor most a oklevél, illetve a kis ajándék átadásra kerül a sor. Hát itt szép sorban majd szólítunk titeket. Most figyeljetek, én legszívesebben mindenkit megölelgetnék és megpuszírgatnék, de most itt ülünk maszkba, elég vicces helyzet. Egy készfogás, vagy csak annyi, hogy átadom, kinek mi. Jó? Tehát, hogy nem fogunk pusziszkodni. De virtuálisan. Mindenkit nagyon szeretünk, de most egy kicsit az elővigyázatosságot így próbáljuk megtartani. No. Akkor, hát nagyjából így ABC sorrendben raktuk a neveket, hogy elsőként Andrékovics Hajnit. Jó? Kedves kiállítók, hogy jó, hogyha közelbe vagytok. Jó? Jó. Amíg Hajni ideér, addig felkészül Edith, Tárolj Edith, illetve hát ketten is jöhettek egyszerre. És most így hirtelen azt találtam ki, hogy majd itt választhatok ezekből a színekből. Nagyon sokan csak virtuálisan ismeritek egymást. Gratulálunk. És akkor mondj egy szint. Piros? Ilyet mondani egy év után, hogy piros? Ez egy középvilágos, fényes piros. Legfeljebb ezt lehet mondani. Jó. No. Köszönjük szépen. Bétót Éva lenne a következő. Éva, köszönöm. És
Vakoni Beatrix, Bea. Vakoni Fekete Beatrix, itt van valahol, kiabáljon, sikítson, vagy csak tegye fel a kezét. Jó, amíg lehet, hogy van később ideje. Bindek Andrea. Köszönöm. Cinege Claudia. És közben mondom a következőt is. Mindjárt. Gratulálunk. Csatlós Lilien. Csatlós Lili. Nincs, vagy jó. Décsei Zsuzsa. Zsuzsa is nem tudok eljönni, jó. Vagy igen? Nem, csak tapsolt, igen. Ő elit csoportos volt, és akkor itt a csoport többi tagjai gyorsan köszöntötték. Farkas Gabi. Farkas Gabi. Félix Ibolya. Ibolya? Igen, jó. Nagyon jó. Aztán Fódi Istvánné, Kati. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy. Fodor Árpi. Iris Filus. Filus. Iris. Szervusz! Gratulálok, köszönjük szépen. Frész Judit. Mentorprogramos és többszörös táborlakó. Fülöp Judit. Hercegné Fábián Edit. Gratulálok. Hermány Beatrix. Gratulálok. Horvátné Fülöp Beáta. Horváth Julianna. Jó, emlékeztem rá, mondom, neki itt kell lennie. Gratulálok, Júli. Köszönjük szépen. Rizkó Györgyike. Szőlősi Dorina. Egyet? Itt van. Gratulálok. Kántor Ferencné. Itt néha más neveket mondok, mint amivel a Facebook csoportban benne vagytok. Jó, úgyhogy mert itt, na ez egy másik lista. Aztán, igen, ez a rendelésekből készült ez a lista. Molnár Éva. Kis Évás is. Igen. Nem tudtuk, melyiket szeretnék.
Jó. Aztán Kovács Gyöngyi. Kalmár Kovács Viktória, Miki. Na nézzük, Mészáros Andi. Itt van, nagyon jó. Mészáros Péter. Mészáros Péter, itt vagy? Annyi festőklubon voltál már, de most jó. Molnár Mária. Marika. Köszönöm. Utána kijön Zsóka, Molnár Zsóka. Zsóka. Rita. Móráni Rácz Rita, jó, akkor végig mondom teljesen. Jó. Na. Jó, közben érkezett egy kérdés a szavazólapokkal kapcsolatban, hogy meddig kell leadni, ezt ma, most itt kellene leadni. Pálma Jerika. Gratulálok. És Pintér Erika. Következő. Gratulálok. Rekup Zsuzsa. Megint gratulálok. Sárosi Kati, név nélkül. Kati van? El tudok jönni? Nem láttam. Simon Balázs Ferencné. Szabó Károly. Jó, Szabó Zsuzsanna. Zsuzsa, igen. Szabóni Nagy Ágota. Antoni Rózsa. Őt nem látom most. Ön hol tartottam? Igen. Judit, Szederkény Judit. Takács Tímea. Takács Tími, nincs most itt. Jó, Tóth Miklós.
gratulálok. Újváros Irén. Szorgalmas festőnk. Várcegi Ági. Ágit nem láttam még. Jó. Veres Árpi. Sok-sok gratuláció. Vidra Zsuzsa. Liza. Vincén és Áró, Liza a teljesség kedvéért. És úgyis mindenki Lizaként is köszönálok. És Ibolya, Zrínyi Józsefti Ibolya. Ja, igen. Gratulálok. Jó, és van még egy, Vas Sándorné, Vasné Rózsa. Az előbbi nem felejtettünk el. Csak itt a másik oszlopban voltál. No. Jó. És hát tulajdonképpen ennyit terveztünk itt a kiállítás megnyitójaként. Zárszóként talán annyit mondanék, hogy hát még egyszer csak gratulálni tudok mindannyiótoknak ez a fantasztikus kiállításhoz, a fantasztikus képekhez, ez a fantasztikus egy évhez, amit eddig töltöttünk, és akikkel folytatjuk, azokkal fogunk találkozni napról napra, hétről hétre, online, webinár, személyesen, és hát sok-sok sikert kívánok mindenkinek, annak, aki folytatja, annak, aki egy év után nem folytatja velünk, nektek is nagyon sok sikert kívánunk, sok-sok alkotással eltöltött percet, és akkor, hát ha még nem jártatok körül, akkor menjetek, nézzétek meg a képeket, illetve itt a kivetítő, mindjárt elindítom ezt a kis prezentációt, amiben még több képet láthattok majd az alkotóktól. Szeretnénk titeket megvendégelni, itt az asztaloknál láttok limonádét, pogácsát, hogy nyugodtan fogyasszatok. Jó? Nagy töprengés közepette egy kis frissítő, az jól fog esni. Hú, hát nagyon örülünk, hogy ezt a kiállítást sikerült összehozni. Vírus helyzet, ide vagy oda, itt vagyunk.